Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk, nem csak Nagy Magyarország területén, hanem szerte a világban, akik a magyar kultúrából egyszerűen érzik, hogy muszáj hidakat találjunk egymáshoz. Nem szabad hagynunk, hogy a ketté szakítottság uralkodjon. Csóri talán egy olyan erő, az ő szellemiség egy olyan erő, ami alkalmas, hogy híddá váljon. Jó napot kívánok a kezednek, jó napot kívánok a homlokodnak. A lábad jön, mint két folyó, ha medret ott hagy, üdvözlet futós lábaidnak. Mi öten, akik a színpadon vagyunk, mi teljesen más emberek vagyunk szerintem. Máshonnan jövünk, alapvetően mást is képviselünk, de az a jelenség, hogy mi Csóri gondolatain keresztül össze tudtunk kapaszkodni, ez nekem azt jelenti, hogy nem csak mi öten, hanem a generációnkból egy jó nagy szelet össze tudna csatlakozni, és össze tudna kapaszkodni Csóri gondolatain keresztül. A világ zavarában s örömében nem élhetek csak arcod közelében. Ezt is az üzenet tartja egyben. Mindenki a saját lelkületéből pont annyit alázatosan tud belecsempészni ebbe az egészbe, amitől ez egy kerek valami lesz. Az is tök jó, hogy miután bemutat minket a Hasi a színpadon, mindannyian megtapsoljuk Csórit, és a közönség is megtapsolja Csórit, és igazából így az ő gondolatai alá, mint egy gomba alá így bebújunk. És ez egy tök szép dolog szerintem. De hogy senki nem érzi azt, hogy bármitől emiatt meg lenne fosztva, hanem pont, hogy tök önazonosan tudunk egymás mellett lenni. A lélektan szerint változni csak azt tud igazán, aki azonos önmagával. Vagy ha most nem is azonos, de őriz magában olyan emléket, amikor az volt. A bizonytalanok és a gyöngék változása az nem egyéb, mint látszat. Mint újabb változata, régi önmaguknak. Szerintem ez egy rendkívül érdekes előadás. Egyfelől megfoghatatlan, ilyen kategorizálhatatlan valami. Nem színdarab, nem is egy koncert, nem is egy verses felolvasós est, hanem ezeknek egy ilyen egészen érdekes elegye. Én nem ismertem korábban Csóri Sándor munkásságát, érintőleg maximum. Nagyon tetszenek a gondolatok, nagyon tetszenek a képek, amiket használ. Sokszor tudok azonosulni a világlátással, amit közvetít. Szerintem fontos dolgokról beszél, és a dalok is szenzációsak lettek egyébként. Egy éjjel földre roskald, megtört lesz majd kicsi. Mikor ez a dolog így megfogant, akkor kb. Akkor kezdtük el így feldolgozni Csórinak a műveit, meg akkor szembesültünk azzal, hogy így milyen súlyú dologról van itt szó. Elképesztő aktualitása van, és ezért nagyon-nagyon mélyen érint engem az, hogy ő mennyire kurzusokon keresztül szól mindenkihez, és hogy mennyire azon van, hogy ez a széthúzott, polarizált világ és Magyarország, Ez valamiféle egységet képezzen, és az a fájdalom, hogy ez jelenleg nem így van, ez nagyon benne van, és aki szerintem egy kicsit rétegeltebben gondolkodik, és nem feketén-fehéren nézi a világot, annak ez nagyon mellbevágó. Itt vannak a különböző hangszereink, ez itt Jakabnak a szemplere, a két nordja, aztán Ábelnek a harddiszkje, basszusa, a másik léjjelre van nekik taktiel, ugye azt a közönség nem hallgatja. Villamos gitár, akusztikus gitár és a vokál mikrofonok, és hát szerencsére el van már mentve az egész produkció, úgyhogy csak finom hangoljuk egy picit a helyszínhez. Mindegyik nótának, vagy mindegyik számnak megvan a maga tere, a maga effektjei, a maga arányai, amikre folyamatosan figyelni kell, tehát tíz ujjam rajta a pulton, igen, és,
és menet közben mindenhez nyúkálunk úgy, hogy egyébként egy beállt produkció nyilván a félbeállítások el vannak mentve, de azt mindig minden helyszínhez is korrigálni kell, és hát a művés sem játszik kétszer ugyanúgy, vagy nem szaval, vagy nem énekel ugyanúgy. Zöld lesz a háttér, s a zöld háttérben egy halott sétál, akit már... Én egy régóta nem találom a saját helyemet a színház csináláson kívül, és a vírus alatti leállás idején elém került egy csóri vers, Szőlőhegy háború után, aminek az a vége, hogy visszhangot keresek, s társakat, hogy éljek. És úgy szíven csapott ez a sor, hogy én is ezt érzem, hogy ezt kell nekem, visszhang és társ, hogy éljek. És gyorsan lettek társai e köré a gondolat köré. Zenészekből, vetítőkből, nagyon-nagyon profi hangmérnökökből álló és egy színészből álló csapat kezdett el együtt gondolkozni tulajdonképpen Csóri Sándor gondolatain, szövegein, és nem csak az történik, hogy én megálmodtam valamit, ők pedig teljesítik úgymond az előadást, hanem ez abszolút közös gondolatokká váltak. De itt kell élnem, ahol neked is, itt kell járnom, ahol te is jársz, ahol a maskilin zaj, fogcsikorgatás. Valami közös hangot keres Csóri egy ilyen ketté szakított világban, ami szerintem most is nagyon-nagyon aktuális, sőt, talán most a legaktuálisabb, vagy nem tudom, nyilván mindenki a saját korában érzi, úgyhogy ez a legaktuálisabb, de mi most abszolút ebben vagyunk, tehát, hogy így sok szék között a padok alá esünk, vagy hogy mondjam, és szeretnénk ebben így összekapaszkodni, és szerintem az ő gondolatai nagyon jó irányadók ebben. És itt játszani Erdélyben, meg aztán különösen nagy csoda. Ez az önéletrajzra hasonlító emlékezés, ez nem más, mint hogy megpróbáljuk gyerekkorunk világába visszavetíteni a jelenkori önarcképünket. Tehát nem az életünk eseményeit soroljuk el, hanem felmutatjuk, hogy a gyerekkornak van egyedül igazsága. Hiszen ha már gyerekként képesek voltunk megteremteni a saját világunkat, akkor ki merné kétségbe vonni, hogy ez a későbbi világba vetettségünk, ez sem szükségszerűen kiagyalás, hanem sors és élmény. Hát én nem gondoltam, hogy ez eddig eszkalálódik. Tehát én azt gondoltam, hogy lesz mondjuk, mit tudom én, havi egy előadás, vagy kettő, és akkor így elmocorog valahogy a projekt, de az, hogy erdélyi turné, meg naponta eljátszani legalább egyszer a műsort, az ilyen... Tessék? Ma vagyunk a legtávolabb a magyar határtól? Ja, szóval, hogy itt vagyunk Tusnádfürdőn, az elég menő. Otok verik az éjszakát, a rózsák feje beszakad, hová fut szarvas lábú szél, zúz mar a kérgő oldalat, az ősz kutyája rád morog, mindkét fogsorát láthatod, alsó fogsor a tört kövek, a felső durva csillagok. Ez az előadás nem úgy prezentálja ezeket a verseket, ahogy korábban sokan nyúltak versekhez. Van ennek egy zsánere a vers megzenésítésének, és ezek inkább a pop dalok szerkezetén keresztül, meg annak az eszköztárain keresztül nyúl a szövegekhez, és ez szerintem egy nagyon új megközelítése ennek a műfajnak, és ezért külön érdekes. Okay.
voltunk Tusnádfürdőn, Bugyka Zsolt polgármester úr meghívására, és aztán ő látott minket vendégül a Szent Kristóf panzióban, ami mindenki számára egy felejthetetlen este volt. Tényleg csodálatos, tiszta szívű, tiszta szemű emberekkel lehettünk együtt az éjszaka, és csodálatos élmény volt. Ma pedig itt vagyunk a gyerekkorom egy fontos helyszínén, Gyimes Felsőlokon, és Középlokon lesz a maga az előadás a Kultúrházban. Voltunk már bobozni, megyünk a Borospatakai Skanzenhez, meglátogatjuk Sükű Annanét és Gyugyu bácsit, és aztán holnap megyünk egy jó kis offroad túrára, mert holnap van a pihenőnapunk, és holnap után pedig már a Pimbe leszünk. Mikor a kádba beletérdelt, mikor odahajtott a hosszú nyakát az édeni zuhany alá, és a fürdőszoba vad tigris szerelem párájával telítődött, hirtelen azt gondoltam, jobb lenne előleg kiszöknem a hegyre. Erdélyről beszélni ma kicsit kényes téma sajnos, de az az érzés, hogy az ember átjön a határon és autózik még 10 órát, és mindenki magyarul beszél, van magyar iskola, magyar könyvtár, magyar könyvesbolt. Magyarul köszönnek egymásnak az emberek, és még a tini kamaszok is a parkban magyarul szólnak be a másiknak. Ez valami olyan erő, ami felé én azt érzem, én személyesen, hogy tartozom ennek az élménynek, ennek a helyzetnek, ennek a furcsa pozíciónak, ennek az erőnek. Jobb lenne orbítani, balkaromatággal kicserélni, szívemet, míg más férfiak énekelnek. Jobb lenne ordítani, balkaromat ággal kicserélni, diólevéllel.